kell bekapcsolni? Nem halljuk. Igen, jó napot kívánok! Szeretném önöknek elmesélni az első 200 évemet 20 percben. Elképzelhető, hogy csak olyan 122-124 évet fog sikerülni elmondani. Óra indul. Királyhegyi Pál a becsületes neve, már hogyha egy név lehet becsületes, mindegy. Egyszerre születtem a 20. századdal, de a pontos születésem az 13 éves koromban történt, ugyanis ekkor lettem társszerkesztője a Diákhumor című heti lapnak. Na most a Diákhumornak óriási sikere volt, de a tanári kar betiltotta, mert hogy a tanári kart kritizáltuk. Sok bajom volt a tanárokkal. A számtan sohasem volt erős oldalam, a matematikától meg egyenesen irtóztam. Ilyen előzmények után kérdezte meg tőlem a privári tanár úr, hogy mit tudok az egy ismeretlenes egyenletekről. Nem szeretek ismerkedni. Ha egyszer ismeretlenek, akkor maradjanak is úgy. Na most ez a felelet a privári tanárurat csodálatos képen nem elégítette ki, sőt, iszonyú dübegurult. Olyanokat mondott nekem, hogy ki fog csapatni az iskolából, meg hogy nem fogok érettségizni. Na, otthon az egész ügyet elmondtam apámnak szépen őszintén. Apám, hogyha nézeteltérés tört ki köztünk, rendszerint két meglepően nagy pofonnal kezdte, majd így szólt. Figyeld meg, milyen nagy pofonokat fogsz kapni. Figyeltem, meg hittem is neki, mert a szó nélkül leadott két pofon meggyőzött arról, hogy aranyfedezet van az ígéret mögött. Bánatomban elmentem az állatkertben. Éppen a kősziklán jöttem le a pulykáktól, amikor megláttam őt. A tragédiát. A tragédiát Völgyi Évikének hívták. Azt hiszem, egykorúak lehettünk, kivéve őt, aki egy évvel fiatalabb volt nálam. Ha az ember ránézett, azonnal tudnia kellett, hogy ez nem csak egy lány, hanem itt történt valami. Eltűnt egy árusító pavilonban, ahol a nagymamájával szörpöt árultak. Fölényesen sétáltam fel és alá a pavilon előtt, és málna szörpöt kértem a nagymamától. Nem győztem dicsérni. Ez szörp, ugye? A kis szirup, rá a szódavíz, hát ez nagyszerű kevercs. Ismeri a kis unokámat? És Évike, honnan, nem? Feltűnt a láthatáron. A szívem össze-vissza vert, de mivel ezt jól tudtam leplezni, határozottan, férfihez illő módon szépen bemutatkoztam. Éva vagyok. 17 éves múltam, amikor elhatároztam, hogy elveszem Évikét feleségül egyelőre, aztán majd meglátjuk. Másnap reggel 10 órakor volt vele találkozóm, ugyanis ekkor nyitották ki kis üzletüket az állatkertben. Kérem a málnát. A félig telit, vagy az újat. Szeretem egy súgni neki, egészen közelhajolva, mint hogyha közös titkunk lenne. Hiszen tudja. Hiszen tudtam. Már hajoltam le a pocakos málnás üvegért, és amikor felemelkedtem, a vevők közül apám nézett rám. Ezt kellett megérnem. A fiam egy pincér. Egy pincér. Gyere ki onnan, te! Mondta két elvel, és pofon ütött erősen. Kétszer, nehogy félreértsem. Évike meg csak ott állt, sápadta, reszkető szájjal, nem tudta, hogy mi történik és miért. Beszélhetnék a fiával? Most. Nem akarom, hogy ide járjon addig, amíg nem a saját ura. De én szeretném önt, hát szeretem magát, szeretem. De akkor apám már ott állt mellettem, hogy hazavigyen magával. Úgy szólván 18 éves vagyok, és egy senki, és semmi. Éva nélkül talán lehet élni, de nem érdemes. Azonnal láttam, hogy itt egyetlen dolog segíthet csak valamennyire, az öngyilkosság. Ha az emberek túlbecsülik a halált, nem olyan nagy dolog. Aki él, annak meg kell halni. Mindegy, mennyi idős az illető, nincs arányban a kettő. Tegyük fel, hogy valaki 100 évig él, ami szép kor, de nem gyakori. Akkor is, mennyi ideig lesz utána halott? És akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy már az őszi rózsás forradalom után voltunk, és Kun Béla átvette a hatalmat. Hazafelé még láttam a plakátokat, hogy lépjünk be a vörös hadseregbe. Hát ez isteni ötlet. Közönséges öngyilkosság helyett meghalni a világ szabadságért. Milyen más, milyen szép halál. Anyám sírt, apám is sírt, úgy látszik azért szerettek a maguk módján. Évikétől is elbúcsúztam.
egy katonát nem lehet felpofozni. Azok az idők már elmúltak. Na de még mielőtt kimehettem volna a harctérre, Kun Béla a vörös hadseregestül megbukott, és a világszabadság helyett Horthy Miklós jött el Fehérlovon. Há, borzalmas idők következtek. Horthy darútolles legényei nagy ügypuszkalommal végezték ki a más véleményen levőket, kiváltképpen a méltatlankodókat. Na, de onnantól kezdve az öngyilkosság gondolata többi eszembe sem jutott. Csak arra tudtam gondolni, hogy ilyen körülmények között élni is lehetetlen. Na, lapozzunk. Egyik nap Satsanyi fontos beszélgetésre hívott meg a New York kávéházba, amiből később Hungária kávéház lett, mert megharagudtunk New Yorkra. Satsanyi volt a legjobb barátom. Akkoriban nem is voltak barátaim, csak legjobb barátaim. Sanyi a kávéházban két rumot rendelt, nem bírtam meginni egyiket se. Te balikám, nagy ötletem van. Amerikába megyünk. Fantasztikus ország, szabadság, boldogság, gazdagság. Itt úgyis reménytelen az élet. És a pénz, hát pénz kell, hogy indulhassunk. Sanyi legyintette, nagyszerűen tudott legyinteni. Nincs sok pénzre szükség. Kell kettőnknek körülbelül $100, már dollárban gondolkodom. Abból könnyen eljutunk Triestbe, és ott az ember meg hajóra száll, és akkor tulajdonképpen már Amerikában van. Na, sietnem kell, találkán van, nagyon fontos és izgalmas. Azon a napon, ott, a New York kávéházban, Amerika sorsa megpecsételődött. Apámmal való heves viták után, két pofont is kaptam tőle, elindultunk Sanyival Bécsbe, és mentünk tovább Triestbe. Hát Triest az egy gyönyörű hely. Viszont már az első nap kiderült, hogy csak az kaphat munkát hajón, aki tagja a tengerész szakszervezetnek. A napok teltek, Sanyi lelkesedése meg múlt, úgyhogy ő szépen haza is ment. De ott a kikötőben megismerkedtem egy magas, színész emberrel, akit Vidor Karcsinak hívtak, úgyhogy a barátom lett. Felszöktünk egy hajóra, és már Amerikában is voltunk. Hello. Jelena vagyok. Egy New York-i magyar újságnál dolgozom. Fiatal vagyok és csinos. És imádom Adit, bár ő ezt még eddig nem viszonozta. Ebbe a lunchroomba szoktam járni ebédelni. És most ehhez az asztalhoz ültem le, mert máshol nem volt hely. Ahogy elnézem, Királyhegyi Pál ül az asztal túlvégén. Rongyos kis kerti törpe. Nagyságrendileg 18 éves lehet. És üres zsömlét mártogat kávéba. De amióta meglátott, engem bámul, sőt, beszél is, magyarul. Te, lány, te idegenben szülött ezekkel a fantasztikus combokkal és mellekkel és a többivel. Szeretnék beszélgetni veled, de te sohasem fogsz megérteni a te vad hülye nyelveden. Köszönöm szépen, maga is nagyon szimpatikus nekem. Haragszik? Dadogtam fölényesen. Dehogy. Maga nem tudhatta, hogy sok magyar él New Yorkban. Itt nem tanácsos hangos magyar megjegyzéseket tenni ismeretlen emberekre. Jelena jó barátom lett. Napjaimat álláskereséssel és éhezéssel töltöttem. Mindig azzal a kifogással utasítottak el, hogy nem tudok angolul. Jó, ebbe volt némi igazság, de sajnos az a némi is ellenem szólt. Na de a karrierem New Yorkban és egész Amerikában felfelé ívelt voltam. Szennyesedény leszedő, nyúlbőrgyári munkás, nyomdász. Aztán Detroitban majdnem dolgoztam a Ford gyárba, de nem jutottam el oda. Akkor később bankár lettem, majd hajléktalan, és hát a végén sikerült eljutnom Hollywoodba, ahol forgatókönyvíró lettem. Heti $333 volt a fizetésem eleinte, és aztán napról napra emelkedett a fizetésem. Volt egy jó barátom, Curtis Mihály, Mike Curtis, aki például a Casablancát rendezte. Éppen az új filmjét forgatta a Yuma sivatagba. Kimentem hozzá, barátságosan elbeszélgettünk, amikor egyszer csak egy hatalmas földrengés jött. És akkor én ott döntöttem. Most majdnem meghaltam egy idegen országban, idegen földrengésben. Nem várhattam tovább. Hamarosan repültem haza. Sürgős volt az utam, nehogy lekéssem az auschwitzi gyorsot. Nem késtem le. A pályaudvaron már ott várt az egész családom. Könnyeimmel küszködve öleltem apámat, anyámat,
Tusi húgomat, Gyuri öcsémet, és ott vártak már Szálasiék is, akik időközben átvették a hatalmat. Kaptam is tőlük egy szép nagy sárga csillagot, mert hogy zsidónak számítottam. Noha az anyám és az apám is zsidó volt, sőt az az érzésem, hogy a nagyapám is az lehetett. Szálasi kijelentette, hogy megvédi az országot az oroszoktól, és kitartásra buzdított bennünket, és ez a buzdítás nagyon ránk fért, mert igazán megvoltunk rémbülve. A Pozsonyi út egyes számú szép nagy csillagos házban béreltem magamnak szobát. Egyik nap a 46-os villamos peronján sikeresen eltörtem a lábamat. Két nappal rá már jött is a rendelet, hogy zsidóknak teljes kijárási tilalom. Hát mondom, milyen figyelmesek ezek a Szálasiék, hogy így óvják a törött lábamat. A házban minden szórakozásunk az volt, hogy esténként lejártunk félni a földszintre, ahol Hirschfeldnél lakott. Egyik reggel 6-kor csöngettek. A nyilasok minden 14 és 70 év közötti embert elvittek munkára. Na most a nyilasok az egy darab rozoga, vacogó, de puskás fiatalemberből állt, aki hintás legény lehetett valahol a Népligetben a jobb időkben. 5 napi élelmet kellett magunkkal vinni. Igaz, hogy akkoriban már annyi élelmünk se volt, ami 5 percre elegendő lett volna, de ezt a nyilasokat egyáltalán nem érdekelte. Elindultunk. Elég gyorsan kellett menni, és a törött lábammal néhány óra után úgy éreztem, hogy én nem bírom tovább. Az első éjszaka az árokparton ért bennünket, vagyis hát ott feküdtük le éjszakára. Én a magam részéről sohasem voltam ennyire természetbarát, de vitára nem volt alkalom. Gyerekkori jó barátommal, Lesner Palival kerültünk egy szobába, vagyis hogy egymás mellett feküdtünk a hideg éjszakába. Másnap reggel 4 órakor ébresztettek bennünket nyilas testvéreink. 6-an voltak, és a főnöküket Surányi néptársnak hívták. Hát, az a Surányi, az nagyon remek ember volt. Én is, fiaim! Az Isten tökresszen meg benneteket! A hungarista államban dolgozni kell a tetveknek! Mert aki bármit izél, az megtöklik, meg keresztül puffantom! Eszembe jutott, hogy amikor a Paramountnál voltam szenáriumíró, akkor volt a gyárnak egy ilyen csirmenye, ilyen lelkesítő emberem. Na most ennek a Surányinak sokkal nagyobb sikere volt. 7 napig esett az eső, és akkor nem kellett kivonulnunk munkára. És én elhatároztam, hogy soha többé sáncot ásni az oroszok ellen nem fogok. Megmondtam Lester Palinak, hogy beszélni fogok Surányival. Tisztára meg vagy őrülve? Hát ez egy vadállat. Látszik, hogy csak ürgyet keres arra, hogy valakit köröztül puffanthasson. Oda mentem Surányihoz. Surányi testvér? Az a helyzet, hogy én nem fogok tudni holnap kivonulni munkára, ugyanis el van törve a lábam, azon kívül meg hát kicsi vagyok én még az ásáshoz. Kicsi vagyok még az ásáshoz, ez jó, ez tetszik nekem, te gyerek! Surányi testvér, azt szeretném megkérdezni, hogy amikor még nem a hont védte, akkor mivel foglalkozott? Hegesztő voltam, tetves zsidó. Igen, és mit hegesztett? Na és ebben a pillanatban Surányi elfelejtette, hogy ki vagyok én, és eszébe jutott, hogy ő kicsoda. Hosszan mesélt nekem a hegesztés rejtelmeiről. Aj, az kis Surányi, mert megfogra a híjjel, trafóba megölön a híjjel. És akkor a rajt a fiára zsíró bele, akadjon a lábor, mert nem tudom, mi van, és a szemelet kire basszanak el. Surányi testvér maga nagyszerű hegesztő lehetett, én meg nagyon jól tudok főzni. Az lenne tehát a kérésem, hogy rendelj el, hogy én is a konyhán dolgozhassak. Hát jó van. Elpárdomban még sohasem láttam ilyen kicsi szakácsot, főseljen a kondér, gyere, de jó, akkor legyél szakács. De ha bármit izész, akkor megtöbb lesz, meg köröztől lyukasztalak. Pár nappal rá elterjedt a hír, hogy tovább vezényelnek bennünket. Csütörtök este kaptunk parancsot, elindultunk. Amikor megérkeztünk a határra, akkor boldogok voltunk, mert vonatra szálltunk. Hiába azért a németek azok rendesebbek, mint a magyarok. 6 nap után végre megérkeztünk Auschwitzba. Órákig álltunk az Appelplatzon. Lesner Palival egymás kezét szorongattuk, mert nem akartunk elszakadni egymástól, mert most már Lesner Pali az egyetlen kincsem, ami a másik életemből megmaradt. Megérkezett dr. Mengele. Hát, rendkívül rokonszenves. Feltűnően maga szép és jól ápolt férfi.
Végigment a soron, és inkább kérve, mint parancsolva mondta, hogy balra kérem, jobbra kérem. Odalépett Lesner Palihoz, és mondta, hogy balra kérem. Hozzám jött, habozni látszott, majd mondta, hogy jobbra kérem. Elnézést, bocsánat, én is szeretnék balra menni, mert hogy Lesner Pali a legjobb barátom, és nem szeretnénk elszakadni egymástól, mert nagyon Mengele szelíd kék szemével rám nézett, majd mondta, hogy jobbra kérem. És bocsánat, kérülek, belém rugott. Hát én legszívesebben megfojtottam volna ezt a konok németet, mert akkor még nem tudtam, hogy a jobbra az életet jelenti, és azt sem, hogy Lesner Palit most látom utoljára. Minket jobbosokat tovább vezényeltek az SS őrök puskákkal. Úgy látszik, hogy féltek tőlünk, pedig mi nem bántottunk senkit. Megérkeztünk Niederorsellbe. Betereltek bennünket egy sátorfélébe, és kenyeret és kanalat kaptunk. Egyetlen kanál volt minden fegyverünk az evéshez, de hamar rá kellett jönnünk, hogy az ennivaló terén a leves a németek összes művei. Tehát a kanál az mindenre elegendő volt. Cseh-fogoly szakácsa volt a tábornak. Amikor a folyosón találkoztam vele, kezet is csókoltam neki, mert hogy más valutám nem volt, amivel fizetni tudtam volna. És akkor én ott elhatároztam, hogy ha még egyszer az életben kiszabadulok innen, egy ültő helyemben megeszek 6 liter libacombot, mert hogy a sok leves után már más mértékegységben, mint a literben nem is nagyon tudtam gondolkodni. Egy idő után megszűntek a levesek is. Helyette kivezényeltek bennünket a kőbányákba, köveket pakolni csillébe, de akkorákat, amekkorákat még életemben nem láttam, és nem is hittem a létezésükbe. A munka az teljesen céltalan volt, amikor nem köveket pakoltunk, akkor vasvillával kellett ásnunk. Vasvillával. Ásni. Na most lett elegem az egészből. Pár nap után elterjedt a hír, hogy az amerikaiak egészen közel járnak. Hát én akkor ebben már nem hittem. Fásult voltam és tetves. Éreztem, hogy ez a vég, mert hogy viszketni még tudtam, de vakarózni már nem. Csak akkor nyitottam ki a szememet, amikor az első fehér uniformisos amerikai katona ott állt a szalmán mellett, fiatalon, egészségesen és győztesen, valódi égő kemöl cigarettával a szájában. Titokban tudtam, hogy legalább annyira tudok angolul, mint magyarul, mert hogy Amerika volt a második hazám, de ezt a katonát én megszólítani sem tudtam. Pedig szerettem volna elmondani neki, hogy de jó, hogy jött. Most, az utolsó pillanatban, mint az amerikai filmekben, hogy megmentse a gonosztól a jóságos, ártatlan, tetves gépíró kisasszony, de hát suttogni sem tudtam. Mit tagadjak? Haldokoltam, nem szégyen az. Megmosdattak és enni adtak. Nem levest. A német levesek kora lezáródott. 1000 évnyi leves után az első étel, amit az amerikaiaktól kaptam, ananász volt. Otthon az új időkben nekrológ jelent meg rólam. Állítólag tehetséges forgatókönyv és újságíró voltam egészen Auschwitzban bekövetkezett halálomig. Na de én erről nem tudtam, hogy meghaltam, ezért mindenáron menni akartam haza. És mire újra emberszerű ember lett belőlem, már mentem is. Hamarosan minden kiderül. Kit találok vajon életben? De ez majd csak október 9-én a Jurányi Ház kamara termében fog kiderülni. Mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen!